Megújult, illetve nagyobb lett az AutoCity pécsi műhelye. A cég fejlesztését pályázati forrás segített megvalósítani. 4 állásos szerelőműhelyünk volt, és most ez egy 9 állásosra bővült, tehát kicsit több mint kétszeresére bővült a szerelővillamosra szerelő tevékenységünk kapacitása. Mindez egy légtérben, egy átlátható, kényelmesebb, komfortosabb. Nyilván az eszközök modernizálásával és a hatékonyságunk, a komfortunk azért az erősen javult. Így csökkenhettek az előjegyzés és várakozási idők, egyben kényelmesebb munkakörnyezet alakulhatott ki. A beruházáshoz 220 milliós pályázati forrás nyertek, ami feltételesen vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás. Megnéztük a feltételeket, abból 3-ból 2-re komoly és jó hatással vagyunk, egyrészt a magyar multiprogramoló részvételre, másrészt a fejlesztés és pályázat szerinti megvalósítása, az nem volt kérdés, az evidencia, hogy azt szerint kell megvalósítanunk, és ezt követő harmadik feltétel, amely az iparági átlaghoz való fejlődésünk mértékét illeti, hát erre már kevesebb befolyásunk van. Nyilván minél jobban dolgozunk, minél jobban tevékenykedünk mi, annál jobb lehet ez. A feltételek minél jobb teljesítésére törekednek, hogy minél nagyobb legyen a vissza nem térítendő hányad. Egyébként a kapacitás növeléssel a forgalmukat, illetve versenyképességüket is növelték, mondja a vezérigazgató. A pályázatból eszközöket, modern diagnosztikai készülékeket is beszerezhettek, megújult egy raktárrész is, valamint egy új vezetői információs rendszer kialakítására szintén lehetőségük nyílt. A teljes fejlesztés összege az önrészsel és a megnövekedett anyagárakkal meghaladja a 300 millió forintot.